Sziasztok, Stíver Zoltán vagyok, és nézzétek az NSO TV-t. Maximálisan le a kalappal a csapatunk előtt, hiszen mindenki tette a dolgát és maximumot nyújtott. Nagyon agresszívak voltunk, én szerintem labdabiztosak, bár a végjátékban én úgy mondom, hogyha nagyobb arányban is nyerhetünk volna, egy kicsit jobban koncentrálunk, de így is azt mondom, hogy nagyon, nagyon jól játszott a csapat, és mondom még egyszer, le a kalappa. Céltörőben kellett volna fociznunk a másik félben, tényleg, hogy mondtad, hogy ugye fölénybe fociztunk néhol a másik félbe, igyekeztünk igazából szépíteni, hogy összejön esetleg, vagy a egyenlítés. Sajnos nem úgy sikerültek a dolgok, aztán tényleg előre kell tekinteni. Nagyon jól kezdtünk a meccset, próbáltunk ott följebb lenni, kicsit presszigelni a ellenfélt. Szerintem jó is ment, első 20-30 perc, tudtunk rúgni 2 gólt. És szerintem utána második fél idő kicsit visszaálltunk az elején, de szerintem nagyon jól játszottunk, és szerintem megérdemeltünk ezt a győzelmet. Ez nem az első eset, hogy úgy kezdjük a mérkőzést, hogy egyből kapunk egy gólt, és utána kell mennünk, most igazából kaptunk 2. Úgyhogy szerintem ez érződött akár rajtam is, így a piros lap miatt, hogy eléggé feszült voltam a második fél időben, és a másodikkal annyira nem értek egyet, az első az tényleg, hogy az volt, de tényleg hát sajnálom. Igazából csak azt sajnálom, hogy a csapat miatt, mert ez nem volt szép dolog, de hát az ilyenekből tudhatatlan az ember. Mikor pályán vagyunk, akkor nem érzünk ezt a nyomást, mert ha már pályán vagyunk, akkor nem is gondolkozunk erről. Ha őszintén vagyok, és pályán kívül a dolgok, mit vannak, az remélem a főnök úr intézi. A második fél idő végén volt egy-két akciónk, ha nem is volt akkor a helyzet, de tény és való, hogy nem volt benne a játékunkban a gól, igazából nem volt akkor a helyzetünk, úgyhogy ezen el kell gondolkozni esetleg, stílus váltani. Ennyi, hát remélem, hogy szerdára változtatni tudunk, és úgy tudunk kiállni, hogy nyernünk kell, és hétvégén is.